G.D. Vance elmondta első alelnök jelölti beszédét a Republikánus Nemzeti Konvenció teltházas arénájában Milwaukee-ban. A 39 éves ohiói szenátor, tengerészgyalogos veterán és az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatás nyílt kritikusa itt is megismételte korábban gyakran hangoztatott álláspontját, miszerint az európai országoknak GDP-jük nagyobb hányadát kellene a NATO-ba fizetniük. Együtt gondoskodnunk kell arról, hogy a szövetségeseink is osztozzanak a világ békebiztosításának terheiben. Nincs több ingyenutazás olyan nemzeteknek, amelyek elárulják az amerikai adófizetők nagy lelkűségét. G.D. Vance eddig viszonylag ismeretlennek számított a politikai életben, 2 éves szenátor és gyorsan át tudott alakulni a korábbi elnök elkeseredett bírálójából agresszív védelmezőjévé. Most azt állítja, hogy Trump, tegyük újra nagyjá Amerikát, politikai mozgalmának fáklyavívője lesz.